Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatóink, szervusztok! Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robival és Horváth Oszkárral, és ma a körünkben Waldman Szabolcs sci-fi íróval. Azt hiszem, hogy vagy az űrbe keveredünk majd, vagy zűrbe. Egy ilyen futurológiai két órát szánunk ma az éterbe okádni, és azzal foglalkozunk, hogy van-e kint valami, vagy nekünk van-e kint dolgunk. Hát az én véleményem talán ismert ezzel kapcsolatban, hogy mit keres az ember, az űrben. Szerintem ez az egész űrábránd az ember kirajzásáról a világűrbe valójában a Föld leharcolásának, valójában a Föld elpusztításának az ideológiai támasza. Ugyanis, ha együtt pusztulunk a Földdel, akkor vissza kéne fordulnunk ezen az öngyilkos úton. De ha a Föld csak a bölcsőnk, akkor leharcolhatjuk, akkor lerugdoshatjuk a lakhatatlanságig, akkor elpusztíthatjuk, akkor semmi baj nincs, hogyha a műanyag szigetek az óceánokban összeérnek. Hiszen hát felnőtt az emberiség, elhagyhatja a bölcsőt, végre kirajzhatunk, és befoglalhatjuk előbb a naprendszert, aztán a tejutat, aztán pedig majd ugye a komplett univerzumot. Az emberiség tulajdonképpen épp csak kilépett a bölcsőből, és ugye amikor már a járókába lép a bölcsőből, ugye a járóka lenne a naprendszer, akkor a bölcső az tulajdonképpen fölöslegessé válik. Na, ebben az ábrándban áltatja magát az emberiség. Nem, a Föld nem a bölcsőnk. A Föld az egyetlen esélyünk az életre, és ha leharcoljuk, nincs másik odakint. Azért a járókát a jófogásra föl szokták tolni. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet egy másodlagos tulajdonosa ennek a bolygónak, hogy ha elhagynánk. És kétlem, hogy mindannyian elhagynánk, mint ahogy hajszálak maradnak a baba után abban a használt járókában is. Ha meg azt mondod, hogy kirajzik az emberiség, pont most vagyok a felénél egy orosz cifinek, az a lakott sziget az a címe, és az úgy kezdődik, hogy pontosan ez az állapot, hogy az emberiség már mindent megfejtett, mindenki nagyon békés, mindenki nagyon naív, már elmúltak azok a múltbéli társadalmi problémák, amikkel az egész történelem során éltünk, és hát kirajzanak, ahogy mondtad, de tudod, a rajozás az a slangben teljesen más. Tehát ugye egyelőre a rajzásnak azon a pontján állunk, hogy a 92-es gyártmányú 600-as mercivel kikönnyökölve tudunk menni egy kört. Magát a rajzást meg a rajoskodást kéretik nem összetéveszteni, mert itt rajoskodás az a zajlik, a kirajzást, amit várunk. Az az igazság, hogy ahhoz azért hozzá kell az a gondolathoz szoknunk, hogy az élőlények mindig megváltoztatják a saját környezetüket, a saját világukat. Tehát amikor akár egy hangyabolyt nézünk, ami maga körül ugye széthordja a földet, kialakítja szépen benne a kis csatornáit, ahol futkosik, nem tud úgy élni egy élőlény, hogy ne változzon meg a környezete szükségszerűen. Tehát, hogyha mi, emberiség, mezitláb járkálunk mindenhova, és semmit nem gyártunk, és semmit sem csinálunk, akkor is meg fogjuk változtatni a Földet. Ez persze nem jelenti azt, hogy nekünk az a célunk, vagy hogy ez jó, hogy mondjuk ezt két ember ölt alatt nullára tesszük, csak szerettem volna megjegyezni, hogy nagyjából valahol normális, és ez egy kicsikét probléma. És én úgy látom, hogy az űr, az, amit te előbb mondtál, Robi, hogy egy indok lehet arra, hogy akkor ezt a világot tönkretehessük. Én épp az ellenkezőjét látom. Az űr lehet az a megoldás, amivel meg tudjuk saját magunkat menteni, és főleg a Föld és a földi ekoszisztémát, ami segíthet abban, hogy túléljük saját magunkat. Én azt elhiszem, hogy a élőlények általában
átalakítják, átformálják a környezetüket valamelyest. Azért én mégis inkább úgy látom, hogy az élőlények nagy részt alkalmazkodnak. Az ember az, amelyik döntően alkalmazza a környezetét önmagához, és nem alkalmazkodik a körülményekhez. Ez is csak egy ideje van, azért jó hosszú időn keresztül, az evolúció jó hosszú szakaszán keresztül az ember is alkalmazkodott, ahogy az állatvilág. Természetesen valamilyen mértékben átformálják az állatok a környezetüket. Na de nem úgy, ahogyan az ember a bolygót. Azt gondolom, hogy itt azért egy minőségi különbség van ebben a vonatkozásban, és egyébként meg semmi probléma nincsen azzal, hogy az ember átalakítja a bolygót a maga igényei szerint. A probléma azzal van, egyrészt a dolog etikátlanságával van, hogy mi eközben rengeteg fajt elpusztítunk, pusztán azért, mert nekünk arra 300 000 fajra, ami mondjuk az esőerdőnek azon a égövén régiójában ott él, nincsen szükségünk csak egyetlen egyre, arra a dapolyapálmára, vagy arra a monokultúrára, amire aztán átformáljuk azt a területet, és az összes többi faj pusztuljon. Hát ebben van valami, amihez úgy gondolom, hogy nincs jogunk. Már ha állunk azon az erkölcsi szinten, hogy nem képzeljük azt, hogy bármihez jogunk van, ami csak eszünkbe jut, mert hiszen mi vagyunk a teremtés koronája, és az egész ökoszisztéma miértünk van. Na most, hogyha ez nincsen így, akkor itt felvetődik egy morális aggály. A másik probléma az pedig a fenntarthatósággal van. Nem probléma, hogy átalakítjuk a bolygót a magunk igényei szerint, de ha ez nem fenntartható, az amivé formáljuk, mert az, amiből formáltuk, az fenntartható volt. Azért erre sok százmillió év a tapasztalata, a tudásunk arra vonatkozóan, hogy ez igenis egy fenntartható szisztéma volt. Ha amivé átalakítjuk, az nem fenntartható, akkor ez tulajdonképpen egy lassú öngyilkosság. Semmi más, mint egy kihelyezett öngyilkosság, csak tudod, mivel, hogy a unokáinkat, vagy a dédunokáinkat, vagy az ükunokáinkat ítéljük halálra, ezért ezek a nemzedékek nem tudják ezt öngyilkosságként megélni. Úgy érzik, hogy hát tulajdonképpen így kényelmesebb az életünk, aztán, hogy majd a unokáink, majd a dédunokáink mit kezdenek azokkal az externáliákkal, amiket mi itt fölhalmozunk. Arra pedig az a mantra a válasz, hogy az emberi kreativitás végtelen, unokáink és dédunokáink kreativitása is bizonyára végtelen, meg fogják oldani a problémát, ahogy James Watt, ahogy Stevenson és társaik. Nagyon jó kérdés egyébként, hogy mi ennek a morális határa, mert valahol van ennek, egyértelműen túlléptünk rajta. Tehát távol essen tőlem ezt, hadd kezdjem ezzel, távol essen tőlem, hogy én védőbeszédet tartsak a felett, amit csinálunk, amit művelünk. Ez nem így van. Az én gondolatom annyi, hogy egy civilizáció alkotó faj, ami beél egy bolygót, az pusztán a létével okoz károkat és viszonhatatlan károkat. Egyébként az evolúcióban nagyon sokszor előfordult az, hogy egy-egy élőlény a környezetét úgy változtatta meg, hogy más élőlények kárára. Tehát ez nem teljesen egyedi miránk vetítve. De ugye így az űrkutatás, az űr benépesítése témában lehet, hogy mégiscsak ez fog nekünk segíteni. Ugyanis hát jelenleg igaz az, hogy a Földön körülbelül annyi erőforrás van, mint mondjuk az elérhető bolygókon összesen. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen alapjába véve, amikor mi elmegyünk a Földről, akkor itt hagyunk erőforrást ahhoz, hogy máshonnan kitermeljük. Ami miatt ez jó lehet, az egyik, igazából ez két időpillanatban fog eljönni, vagy két időpillanatban jöhet el. Az egyik ezek közül az, amikor tökéletesen és teljesen leéltük a bolygót. Amikor már a következő darab rész telért föltárni olyan milliárdokba kerül, hogy olcsóbb elmenni a Holdra, és vagy miten Holdon nincsen rész, de valahova elmenni, ahol ezt helyettesítő anyagot tudunk mi találni, akkor el fogunk menni, ez az egyik. A másik pedig az, és ez így a jobb kilátásunk, hogyha olyan olcsó lesz, annyira elérhető és plauzibilis lesz nekünk a Földet hátrahagyva máshol megkeresni az erőforrásainkat, hogy már nem éri meg itt
letúrni a Földet, és akkor ezzel tulajdonképpen segítünk rajta. Hogyha mi az űrhajó üzemanyagainkat már mind a Holdon gyártjuk, a Holdon található anyagokból, vagy a Marson gyártjuk, a Marson található anyagokból, ott nyomtatjuk a kis házainkat, az űrhajóinkat, ott termelünk meg mindent, ami a mi űrbeli létünkhöz szükséges, akkor azt nem a Földön tesszük. Mi van akkor, ha az ott megtermelt javakat hozzuk a Földre? Gondolok a házra, nem az üzemanyagra. Meg egyébként az általad felvázolt két időpillanat közül melyik jön el előbb, ugye az, ha semmit nem teszünk, akkor az, hogy elfogyott minden, és már olyan drága, hogy megéri ugyanúgy elképesztő drágán hozzáférni. Vagy ha az utazás és szállítás költsége annyira lecsökken, hogy az versenyképes azzal, amit még képesek vagyunk a Földben hagyni. Tudod, én kételkedem abban a pillanatban, amikor azt mondják, hogy gyerekek, hát ott így fekszik az olaj a lábad előtt, de tudod mit, én már egy pohárral nem hozok el belőle, mert találtunk máshol, és piszok olcsó, gyere meg. Hát igen, szóval hát a Holdon sokáig kéne fúrni. Egészen a Holdtól a Földig kéne fúrni, hogy olajat találjunk, igen. De tudod, a probléma az, hogy kitermeljük a Marson a rezet, az teljesen oké. Még elég nehéz kitermelni a Marson a rezet, mert ugye hát nincsen légkör, meg hát ugye nincsenek pólusai, tehát eleve a ultraibolya sugárzásnak is ki van téve, aki ott van. Meg a réz. És tudod, kitermelhetjük ott a rezet, de ha a Földet már leharcoltuk annyira, hogy gyakorlatilag nem tudunk rezet termelni ott. A Marson kitermeljük a rezet, de a Mars gyakorlatilag alkalmatlan az emberi életre, de már a Föld is az. Mihez kezdünk azzal a rézzel? Tényleg olyan fontos lesz nekünk az a rész? Tényleg kelleni fog nekünk? Hol fogjuk-e felhasználni azt a rezet? Hiszen élni már nem tudunk, már a Földön, már a Marson még. Ez alapján viszont egy valamit be kell lássá, Robi. Ha a Földnek a teljes lakhatatlansága és a Marson a kitermelés képessége legalább, az nem egy lakhatás, tudod, az egy bázis. Ez a kettő dolog, ha időben összeér, akkor van reménység. Ha ez a kettő nem ér össze, akkor tényleg kitermelhetjük, de már nincs hol felhasználni. Márpedig ahhoz, hogy a kettő összeérjen, el kell oda menni, és ki kell használni. Nekem azért vannak etikai problémáim azzal is, hogy az egyik bolygóról a másikra átviszünk valamit. Tehát, hogy hogy a világot azért nagyjából abban az állapotban hagyjuk, ahogy kaptuk, ezt a Földön belül nem sikerült megvalósítani. Én kétlem, hogy mezitlába, hogy a Szabolcs említette, ki tudunk menni az űrbe is. És ott egy ilyen, tudod, egy ilyen nomád, hosszú őszakáló űrhajósként tevékenykedni. Onnantól kezdve, hogy ezt a mentalitást, amivel rendelkezünk, ezt kiterjesztjük a naprendszerre, aztán még tovább, szerintem nem felelünk még meg ennek a kritériumnak, amivel erre jogosultak lehetnénk. Nem biztos, hogy van tovább. Nem biztos, hogy van tovább, mint a naprendszerünk. Nagyon érdekes egyébként az egy ilyen problémával én is küzdök, mikor ezeken gondolkodok, hogy a Föld mind erőforrásaiban, mind szavatosságában így is úgy is véges. Tehát a Föld el fog pusztulni. Az emberiség ki fog halni. Magát kihal, persze sokkal hamarabb. Igen, az emberiség sokkal előbb. Tehát, a Föld élettartama beláthatatlanul nagyobb, mint amekkorák az emberiség perspektívái. Persze, de az erőforrásai is. Tehát ameddig az ember csak a Földön van, addig csak a Földön tud megküzdeni önmagával az erőforrásokért. És azt megnézzük azért a háborúkat. Sokfajta háború van, persze. Azért a javarészük az erőforrásokért megy. Még a vallási háború, vagy a vallásnak kikiáltott háborúk egy része is valójában erőforrásokért megy, és csak belehazudnak valami egyéb kifogást. És ez segíthet, hogyha az erőforrásokért itt nem kell harcolni, vagy már nem lehet, vagy nincs miért, akkor nem lesz itt harcértük. Egyébként ez a gondolat ez arra vonatkozott, hogy persze, abban igazad van, hogy az emberiség egyrészt önmagát gond nélkül kiírtja sokkal korábban, mint hogy eljutnánk ahhoz a még plusz 4 milliárd évhez, ameddig a Föld él. De pusztán így ténykérdés, hogy ennek van egy vége. De akkor is lesz egy vége, hogyha miénk a naprendszer,
És akkor is lesz egy vége, ha milyen az egész univerzum, és milliárd évekig belaktuk, akkor is vége van egyszer. Ez egy fura gondolat, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Uh-huh. Ez nyilván rávetíti majd, gondolom, az is szóba fog kerülni az ezotéria és az exotériának az ellentmondása az emberi létben. Nyilván ez vissza fog oda térni, hogy valahol egyszer meg kell állnunk, mert már nincs hova menni. Ez a nincs hova menni viszont nem jött el. Ezt azt gondolom, hogy nem jött el. És érdemes azért különböző féleképpen tekinteni egyébként az űr különböző régióira. Tehát például a föld körüli pályák, ezek a közeli pályák, ezek gyakorlatilag nagyon közeliek. Ez csak mérnöki kihívás. Ez már 50 éve is csak mérnöki kihívás volt, hogy valami alacsony földi pályán itt keringen körülöttünk, ez nekünk nagyon fontos a tudománynak, nagyon-nagyon fontos, az önmagunk megismerésének, a napi kényelmünknek, beleértve a GPS-t, meg az internetet, meg a telefon, meg mindenfélét. Tehát ez egy egyszerű dolog. A föld pályái egyszerűek. Hát olyan közel van hozzánk a nemzetközi űrállomás, mint ide, ahol most ülünk, ide mondjuk a Linz, Ausztriában. Tehát én föltennék egy autópályát így merőlegesen az űrbe, ha ilyen lehetséges volna, és elkezdenék így fölfelé merőlegesen autókázni, ami ha lehetséges volna, akkor egy pár óra alatt ott lennénk az űrállomáson, az autónak a rendkívül kicsi sebességével, és ez közel van, ez semmi. De valójában a Hold is csak mérnöki kihívás. És az volt 50 évvel ezelőtt, és nem kellett hozzá feltalálni egy új fizikát. És nagyon valószínű, hogy a Mars is csak mérnöki kihívás, és talán valahogy a külső bolygóknál lehet az a határa, ott ilyen 10 évekről beszélünk már utazáshoz, amihez azért nem árt pár tudományos áttörés még, hogy az nekünk élhető legyen ez a távol. Ez a távolság. De már épp csak a távolságról beszélünk, nem arról, hogy van-e ott valami, amiért nekünk érdemes oda menni, és hogy meg tudunk-e élni ott, egyáltalán meg tudjuk-e vetni a lábunkat ott. Önmagában az, hogy egy bázist tudunk létrehozni, mondjuk egy Mars bázist, az azért ehhez nagyon kevés. Önmagában az, hogy ahhoz, hogy az emberiség kirajzásáról beszéljünk, ahhoz ténylegesen terraformálni kéne ezeket a bolygókat. Erre vonatkozóan én úgy gondolom, hogy itt a naprendszerben a körülmények miatt nincs kilátás, a naprendszeren kívül pedig a távolság miatt nincs kilátás. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Vajdman Szabolcssal. Azt kérdezted előbb, Robi, hogy mi van odakint, és odakint nincs semmi. Na hát, odakint van valami méghozzá, nagyon fontos és klassz dolgok, odakint erőforrások vannak, meg baromi jó látképek. Ezek biztosan megtalálhatók ott. És igazából, mintha én azt a problémát találtam ezzel kapcsolatban, hogy az emberek nagyon sok, igazából majdnem mindig, szinte minden témában előfordul ez, az emberek összekeverik a célt és az eszközt. Nem tudják megfogalmazni, hogy valamit, amit csinálni vagy elérni akarnak, az a céluk vagy az eszközük. Amikor azt mondja valaki, hogy nekünk az egy cél, hogy belakjuk mondjuk a kis bolygóövet, az aszteroidákat, az egy cél, hogy nekünk legyen egy terraformált Marsunk, egy terraformált Vénuszunk, Istenem, és az a hybris. Egyébként van terv a Vénusz terraformálására, beszéltünk róla, de ezek célként nagyon furák számomra. Eszközként el tudom képzelni, hogy az egy eszköz számunkra, hogy, és szerintem ez el fog jönni, éppen emiatt fog eljönni, hogy mi ki fogjuk bányászni az aszteroidákat, el fogjuk onnan hozni a jeget, meg fogjuk keresni az összes kincsét a Marsnak, de ez nem a célunk lesz, hanem az eszközünk arra, hogy a civilizációnkat építhessük. Igen, erre gondoltam, hogy mindig egyel kijebb lehet tolni a célt, ugye valójában a cél ezzel is a mi túlélésünk elvileg, és amikor a föld megmentéséről van szó, akkor is valójában a mi túlélésünkről van szó. De vajon ennél is kijebb lehet-e tolni? Tehát, hogy kijebb lehet-e tolni mondjuk az embernek a túlélésénél egy kintebbi célra azt, amit teszünk, például a tudatos életformának a megőrzése. Tudod, ez ilyen szentségesnek hangzik, hiszen azok mi magunk vagyunk, olyan, mintha valami fajvédelmet tennél, tudod, mint egy zoológus, megpróbálnád megmenteni az embert, és meghatódnál saját magadon, miközben te vagy az ember. De hogy az ember tett magán túlmutató dolgokat, amelyek lehet, hogy fontosabbak. De ezzel együtt viszont lehet, hogy el is tűnhet, csak kérdés, hogy ezt megtalálja-e valaki. Ráhagyjuk-e, nem tudom, a Föld 180 milliárd év múlva történő megsemmisítése előtt valakire, aki erre jár. Elég lesz arra négy is egyébként, nem kell 180 milliárd. Én
én nem szeretném, hogyha félreértés fakadna abból, amit mondok, vagy ahogy fogalmazok. Én nem azt állítom, hogy az emberiségnek soha semmi keresnivalója nem lesz odakint. Én simán el tudom képzelni, hogy el fog jönni az emberiség történetében majd az a nap, amikor olyan technológia áll a rendelkezésünkre, hogy tényleg elhagyhatjuk a naprendszert, hogy akár galaxisok között tudunk utazni, hogy olyan technológia válik elérhetővé a számunkra, hogy karnyújtásnyira lesznek az egyéb naprendszerek a tejútrendszerben, vagy akár elérhetővé válnak egyéb galaxisok az ember számára. És tényleg intergalaktikus utazásokra indulhat az ember. Egy valami biztos, hogy nem ez a civilizáció az, amelyik erre képes lesz. Ez a napnál világosabban látszik. És tudod, a Jeff Bezosnak, meg az Elon Musknak a szélhámossága az itt világlik fel, hogy ők azt állítják, hogy igenis eljött az idő, hogy igenis ők azok, és az ő cégeik azok, és a SpaceX az, amelyik, és az ő mérnökeik azok, ami valójában a saját cégeiknek, meg a saját lufiaiknak a fúvása egyre nagyobbra, miközben ehhez teljesen nyilvánvalóan nem rendelkezik az emberiség jelenleg a technológiai fedezettel. Nincsenek meg a feltételei ennek, és majd, ha a következő civilizáció, feltételezzük azt, hogy a következő civilizáció is egy ilyen 2000, nagyjából 2000 éves civilizáció lesz, a következő civilizációnak a zenitjén, vagy talán az azt követő civilizációnak a zenitjén, akár elképzelhető, hogy elérhetővé válnak ezek a technológiák, de ma ez nincs, és ma hűítik ezzel az emberiséget, és pedig azért, hogy a saját részvényeiket föltornázzák, semmi másért. Tehát erre mondom azt, hogy ez a science fiction ábrándozás a Mars terraformálásáról, meg az emberiség kirajzásáról itt és most egy szélhámosság. Azért nem kizárt, hogy ezt, ami most történik, ezt vigyük el a múltba. Vannak olyan letűnt civilizációk, amelyektől átemeltünk dolgokat. Nyilvánvaló, hogy én most nem fogom tudni pontosan időrendbe helyezni, de gondolj egy olyan civilizációra, amely elkezdte megfejteni és feltérképezni mondjuk az égboltot és a csillagokat. Annak ellenére, hogy nemhogy űrhajójuk, de még hajójuk sem volt esetleg. Mégis úgy gondolta, hogy ő erről készít egy térképet, és megfigyeli ennek a sajátosságait és ismétlődéseit. És ezt a tudást mi ebben a civilizációban használjuk. Elképzelhető, hogy azért a tudásért akkor, amikor ezt feltérképezték, rengetegen szenvedtek, hogy tudod, valakinek az ilyen úri kedve szerint legyen lehetősége a csillagos égbolt alatt térképet készíteni mondjuk. Ugyanígy most gazdaságilag ennek van egy kizsákmányoló hatása, de lehet, hogy két civilizációval később ott fognak állni egy kész űrhajóval, és nem, csak egy alkatrész hiányzik. Jaj, hát az amazonos csávó, ez megcsinálta. Luxus kondenzátor. Igen, már csak le kell esni a WC-ről Emmett Brown professzornak, és minden megoldódik. Hát az a helyzet, hogy nagyjából egyetértek veletek, de hogyha arról lenne szó, hogy miért nem ez a civilizáció fogja elérni a terraformálást, arra hirtelen két gondolatom van. Az egyik az, hogy hát fizikailag nem vagyunk ezen a technológiai szinten, de itt akár lehetnénk is egyébként, vagy lehet, hogy a civilizációnk bukása jóval később jön el, mint hogy ezt mi felfedezzük, vagy épp emiatt nem fog eljönni a bukás, hanem szépen át tudunk alakulni. Viszont van egy másik oka, ezek a terraformálásos akciók, ezek nagyon sok emberöltőt vesznek igénybe. Na erre nem biztos, hogy alkalmas a mai pénzügyi és politikai kultúra, hogy mi egy olyan döntést hozzunk, ami nem, hogy következő négy éves szakasz múlva megint érvényes legyen, hanem, hogy a következő 100 évben még érvényes legyen. Egy elég komoly tanulmányt olvastam arról, hogyan kell a Vénuszt terraformálni, ami a legbrutálisabb bolygó ebben a naprendszerben. De ez egy ilyen 200-300 éves móka, aminek a végén egy nagyon klassz bolygót kapnák, egyébként majdnem akkora, mint a Föld. De ott akkora az üvegházhatás, ugye, amivel minket fenyeget a globális klímaváltozás, annak a sok százszorosa. Így van. Na most pont a Vénusznak az első, mint 200 évében pont ezt az adott széndioxidot kellene onnan kilapátolni a légköréből. Na de mindegy is, tehát itt erre gondoltam, hogy
egyszerűen arra nem vagyunk jelenleg képesek, hogy elhatározzunk egy több száz évre menő döntést. Egyetlen kivételt tudok, most így hirtelen a fejemből, ez pedig a Sagrada Familia, ami egy templom. Spanyolországban egy az emberiség egy legcsodálatosabb építménye, amit valószínűleg én már nem fogok látni, hogy elkészül. És ezt képesek voltak így nagyon hosszú idő alatt építeni, és úgy eldönteni, hogy több emberöltő teljen el, amíg ez elkészül. De ehhez egy vallás kellett hozzáteszem. Igen, egy vallás kellett hozzá, és ez inkább a kivétel, mint a szabály. Így van, a modern emberre nagyon nem jellemző ez. Ez valahogy a modernitás előtti korból maradt itt ez a szellem, ennek a szelleme. Azt azért tudjuk, hogy a középkornak ezeket a gótikus katedrálisait szintén generációkon keresztül építették. Tehát ez egy létező jelenség volt, csak akkor még nagyon élő volt a hit. Ma a modern korban már nem vállalkozunk ekkora lépésre, mert itt minden nemzedék látni akarja a munkájának az eredményét. Különben azt kéne éreznie, hogy értelmetlenül gürizik. De ugye ez kicsikét, ugye ez a probléma a tudományos kutatás, a tudományos alapkutatással is, hogy a tudományos alapkutatásnak ugye a hétköznapi eredménye az a semmi, ami szintén egy eredmény. És az nagyon nehéz eladni. Nagyon nehéz eladni egy olyan eredményt, hogy mire lesz nekünk ez jó. Ugye eléggé ezt a kérdést, hogy mire lesz jó a világon a kvantumfizika, mire fogjuk használni a modern kémiát, a modern fizikákat, ezt annak idején nagyon sok tanulmány íródott arról, mint 100 évvel ezelőtt, hogy ez egy baromság. Ehhez képest minden egyes mobiltelefon ez alapján működik, amit ma használunk. És egy kicsit ez egy furcsa ellentmondása, mert amíg igazad van abban, hogy Elon Musk nem fogja terraformálni a Marsot. Eljutni el fog egyébként oda, de terraformálni nem fogja természetesen. Ezt nem is hiszem, hogy egyébként ezt valaha mondta, hogy ő fogja. Viszont ebben az ellentmondás, hogy az ő munkássága során tanulunk most nagyon sokat az űrkutatásról, az űrrepülésről. Tehát fenomenális újításokat hoz el az ő cége, amit a NASA gyakorlatilag nem tudott kitermelni magából. Tényleg. Tényleg. Tényleg olyanokat, amire én meg inkább azt látom, hogy egy 60 évvel ezelőtti élmény van legyártva ennek a nemzedéknek újra. Tehát a 60 évvel ezelőtt megtörtént velünk, hogy Marsra küldtünk űrhajót, hogy kijutottunk az űrbe, és aztán ez nagyjából megtaláltuk odakint a nagy semmit, és a következő nemzedék tudomásul vette, hogy na ez megvolt. És most ennek a nemzedéknek újra van gyártva ez az élmény, de az ahhoz tartozó összes ábrándal, de hát ezt már egyszer éltük, sőt nem is mi, hanem a nagyszüleink. Nagyon kár volt, hogy az ott akkoriban megszakadt. Ugye az, hogy annak úgy vége lett, annak ugye a vietnámi háború volt az egyik fő oka. Az azt követő megmaradt űrkorszak részt, ami még maradt a vietnámi háború miatt meghozott NASA pénzcsökkentésekből, az pedig a hidegháborúnak a vége tette tacsa teljesen. Tehát gyakorlatilag, ami mutatja egyébként azt, hogy az űrkutatás, most csak hívjuk csak kutatásnak, az főként politikai eszközként szerepelt akkor, és amint nem volt rá szükség, a politika is fordult tőle. Valójában nagyon érdekes, ezt én például nem olyan régen tudtam meg, hogy gyakorlatilag Wernher von Braun, aki ugye az űrutazásnak az egyik atya, aki megalkotta az Apollo programnak a Saturn 5 rakétáját, ami egy gigászi, csodálatos építmény volt. És a FAU 1, FAU 2. Ezelőtt a FAU 1 és a FAU 2. Nem akartam ezt előni, igen. No, 48-ban megírtam már, hogy kell a Marsra menni. 48-ban komplett tanulmánya volt arról, hogy fogunk eljutni a Marsra. Ezt ő 5 darab Saturn 5 rakétával képzelte el, és amit ő akkoriban leírt, problémákat feltárt és megoldásokat mutatott, az nagyjából most ugyanígy fogják csinálni. Az USA-ban ez 82-re lett volna datálva, 82-re komplett Mars missziót terveztek már, megvolt, hogy fognak leszállni, megvolt, hogy milyen űrhajóval fognak menni, és ez volt az egyik áldozata ugye a nagy pénzcsökkentős projekteknek. De 56-ban már az oroszok is ugyanezt megtervezték. Tehát, sőt, az oroszok atommeghajtású szárazföldi vonatot, ilyen kerék vonatot terveztek a Marsra, tehát nem ilyen sineken gurulót, hanem ilyen kerekes vonatot, aminek 5 hatalmas ilyen része lett volna, és gurult volna végig a gyönyörű marsi tájakon,
és ők 71-re tették például az indítás időpontját, de már ekkor atommeghajtású plazma ion hajtó művet terveztek az ő űrhajójukra. Tehát ők, ahol ők akkor tartottak, abban igazad van, hát körülbelül ott tartunk mi is, de ugye nem amiatt tartunk ott, hogy nem lehet fejlődni, nem amiatt, hogy ketté vágták ezt az egész történetet. De igen, de miért lenne annyira jó az atommeghajtású vonat? A hidegháború szempontjából jó lenne, hiszen az is egy proxy háború volt. Az űr is egy proxy háború volt, pont úgy, mint Vietnám. Igen. Ott is lehetett viaskodni, hogy azért ne kelljen beledögleni az egész földbolygónak, kvázi egy atomháborúba, hanem egy modellezett térben lehessen viaskodni egymással, és lehessen úgy nyerni, illetve veszíteni, akár az űrháborút, akár Vietnámot, akár Afganisztánt, hogy ne kelljen mindenkinek belepusztulnia. De ezen kívül... Ezek között van egy kapuktojás, mégpedig az űrháború. Tehát, hogy ha Vietnámnak és Afganisztánnak akár a civil, akár a katonai áldozatait veszed, az az űrben és a tudományban folytatott versengéshez képest elég jelentős különbséget. Igen, de az olimpia is ilyen. Az olimpiai éremtáblázat ugyanilyen. Tehát, hogy valahol meg kell vívni azt a háborút, amit nagyon élesben, úgy, ahogyan az első és második világháborúban már nem lehet, mert a fegyvereink már globális pusztulást okoznak. Tehát nem lehet megnyerni a harmadik világháborút, ezért nincs is értelme megrendezni. De hidegháború nélkül mi értelme az űrkutatásnak? És ezért állt le valójában, mert jobban átélhető proxy háborúkat találta az Egyesült Államok és a Szovjetunió, és amikor meg véget ért a hidegháború, hát ugyan mit keresne bármelyik, mi haszna lenne, hol van a megtérülés, hol van a belátható időn belül perspektívikus megtérülés egy mars utazáshoz, nem csak a misszióra gondolok, hanem mondjuk a marsra azt az atommeghajtású vonatot létrehozni. Ki utazik vele? Mit szállítunk vele? Mi tényleg szükségünk van rá? Tényleg arról van szó, hogy a Marson van annyi rész, ami már a Földön hiányzik, és ha a Marson termeljük ki, olcsóbb lesz az a rész, mint ha a Földön. Nem igaz. Ha Marson létezik bármi a Marson, ami a Földön nincs, és olcsóbb, ha a Marsról hozzuk, mint ha a Földön termeljük, nem igaz. Nincs ilyen. Tehát valójában ez az egész egy virtus. És onnantól kezdve, hogy nincsen hidegháború, és nincs kit legyőzni az űrben, mit is keresnénk ott? Teljesen igazad van abban, hogy annak a vonatnak nem nagyon lett volna kit szállítani és mit szállítani, de azért volt atomvonat, mert a Mars rendkívül energiaszegény. Tehát, hogy fölállítasz egy napelemet, akkor a földi napelemet neki miten 30-40%-át kémes termelni, ha éppen nincs befedve a homokvihar által, nagyon nehéz áramot termelni. Az egyetlen valódi, jelenleg ismert valódi áramfejlesztésre alkalmas rendszerünk az atom energia. Tehát, hogyha valaha lesz emberi kolónia, az atomenergiával fog működni, egyelőre úgy néz ki. Oszi, hagyj válaszoljak neked, hogy nem voltak, vagy kevés áldozata volt az űrháborúnak, vagy hát az űrprogramoknak. Én szerintem mégis túl sok. Én kritikával illetem. Akik meghaltak az űrkutatási igényeink miatt, azért nem voltak annyira kevesen, azok kivétel nélkül azért haltak meg, mert a pénz és a politika szólt közben. Tehát, hogy... Challenger katasztrófa. De a Kolumbia is. Tehát, hogy egyszerűen, de gondolhatok itt az orosz asztronautákra, akik gyakorlatilag, a szovjet asztronautákra, akik... Emberekre és kutyákra. Ne is mondd a kutyákat, mert azért nagyon haragszok. És majmokra. Nem is volt olyan terv, hogy visszahozzák. Sose volt olyan terv. De az... A Milnerék farmján van, ahol hosszú a fű, és szaladgálnak egész nap. Ne mondjad, mit fog sírni. Az a helyzet, hogy az a kutató, most nem tudom a nevét, de aki a Laikát fölküldte, ő ezt most már éppen most hozta nyilvánosságra, most hozták nyilvánosságra, hogy ezt ő nagyon megbánta. Ez teljesen összetört bele, amikor rájöttek, hogy megöltek egy kutyát ezért. Ez pontosan egy kutyával volt több, mint meg kellett volna ölni az űrversenyért. De például a Kolumbia, ugye a legutóbbi nagy katasztrófa. Nem tudom, tudtok-e róla, de hogy volt ilyen beszéd, hogy te tudtak arról, hogy történt valami. És hát nem nagyon tudtak vele mit kezdeni ezzel az információval. Egy olyan terv volt, hogyha, és figyeljetek, nem túlzok, hogyha Kolumbiában lévő szerencsétlenül járt űrhajósok kilebegnek az űrhajóból, és egymás lábát megfogják, akkor eléri a legszélső azt a helyet, ahol a szárnyon beleütközött ez a valami, és voltak ilyen gondolatok, hogy akkor milyen cuccokat kéne oda beletömködni a fedélzetről,
hogy az űrhajó túlélje a belépést a légkörbe. És nem volt elég üzemanyag ahhoz, hogy elérjenek bármilyen állomást, tehát hogy egy űrállomásra átszálljanak, és nem volt készenlétben más űrhajó, amivel el tudtak volna menni értük. És az egyetlen normális űrhajó, ami volt egyáltalán abban a pillanatban a Földön, az egy Soyuz volt, aminek egyszerűen nem tudta volna az ő pályáját elérni. Tehát gyakorlatilag azok a szerencsétlen űrhajósok abban a pillanatban halottak voltak, mikor fölszálltak. És azért ez egy elég érdekes gondolat, hogy nem is volt benne a tervben az, hogy egy embert meg lehessen menteni az űrben. Azért ez egy csúnya. Valójában abban a pontban voltak halottak, amikor ez a sérülés megkövetkezett. Az eleje rögtön történt. Amikor fölszállt, leszakadt ugye egy festék, vagy egy ilyen darab hőszigetelés leszakadt az egyik rakétáról, és megütötte az űrhajót. Ez gyakran megtörtént, csak ebben az esetben egy olyan darab esett ki az űrhajónak a teflonborításából, aminek nem kellett volna. Én azért tartanám azt az állításomat, hogy mondjuk a vietnámi háború bármely oldali 2 millió civil áldozatához képest, tehát elenyésző, és akár felvetnék egy olyan lehetőséget, hogy ezt a péniszmércét, amit most a Kína, Orosz, Amerika, Német, EU, akármi erők a következő évtizedekben folytatnak, ha ez nekik nem elég véres és nem elég erős ahhoz, hogy meghajtsa a politikai-gazdasági vitorláikat, akkor állítsanak fel lőállásokat a holdnak a megfelelő helyén, és civil áldozatok nélkül lőjék szét egymást ott. Ezzel annyi a probléma, hogy ahogy a Közel-Kelet is becsatlakozna ebbe, mondjuk esetleg Irán először, hogy az űrháborúban részt vegyen, azonnal építene egy iskolát meg egy kórházat, hogy aláhelyezze el a katonai támaszpontját. Elnézést, ha ez prekoncepciózusnak hat. Ezt nem tudom kommentálni, és megerősíteni. Nem is méltó rá. De az igazság az, hogy szerintem, amit most elmondtál, az meg fog történni enélkül. Mert hát már meddig is megtörtént, hiszen a nácik ott vannak a holdán. Ékos oldalán, mint tudjuk. De van még egy érdekesség a mostani technológiai fejlődésünkkel kapcsolatban, hogy van azért valami, ami miatt mindenképpen, két dolog miatt jó az, hogy most ez az új űrkorszak megnyílt. Az egyik nyilván az, hogy ennek hatására nekünk olcsóbb, jobb, klasszabb, kényelmesebb, tágasabb űrhajóink lesznek. A Soyuzba, ami egy fantasztikus ember által épített tárgyaba, én, ha bele akarnék ülni, szerintem a nyakamba kéne venni a lábmat, annyira szűk, ehhez képest az új Crew Dragon olyan, mint egy Tesla belülről, nyilván nem véletlenül. Nagyon kényelmes és szép és nagy. De van egy másik lehetőség, ez pedig kicsikét ijesztőbb. Méghozzá kitekintünk, majd esetleg beszélhetünk egy kicsit, ha gondoljátok az idegen civilizációkról, de ismerünk egy ilyen problémát, hogy a nagy filterek, ami az egyik oka lehet annak, hogy az idegen civilizációkat miért nem látjuk. És a nagy filterek alatt így a futurológia azokat a hatásokat érti, amik megszűrik a civilizáció alkotó fajokat olyan szinten, hogy azok nem tudnak eljutni odáig, hogy egymással találkozzanak, mert időközben kihalnak, és ilyen filter többek között az atomfegyverek felfedezése, és ennek túlélése, és meg egy csomó minden más, de az egyik ezek közül az űrből érkező veszélyek. Na most azért ezt ne becsüljük alá. A jelen pillanatban nincs kilátásban az, hogy minket bármilyen aszteroida hókon csapna, nincs hát most ilyen. A Don't Look Up című filmnek a narratívája az éppen most történt meg pozitív kimenetellen. Egy 30 évvel ezelőtt felfedezett űrtárgy repült el mellettünk. A mellettünket azt értsd úgy, hogy nem tudom, nyilván egy millió kilométer. Nem volt valójában. Nem voltunk veszélybe, de megúsztuk. Hogyha nekünk valaha lesz esélyünk arra, hogy egy ilyet túléljünk, akkor az amiatt lesz, mert képesek vagyunk eltéríteni az útjából ezeket az aszteroidákat. És ezek jönni, tehát vagy egyszerre felugrunk a Földön mindannyian, amikor előre igen, de statisztikailag megint csak ott tartunk, hogy a kozmikus időtávlatában annyi idő múlva fog egész biztosan becsapódni egy olyan aszteroida a Földbe, amely a földi életet rendesen veszélyezteti, ami ahhoz fogható, ami kipusztította a dinoszauruszokat, hogy az sok száz vagy sok ezer civilizáció
éli le a teljes életciklusát addig, ameddig az a nap eljön. Tudod, itt millió években számítunk, miközben az emberi civil, egy emberi civilizációnak nagyjából néhány ezer éves a távlata. Tehát értelmetlen arról beszélni, hogy mi azért kell, hogy kutassuk az űrt, hogy amikor majd jön a meteorit, akkor azt a meteoritot el tudjuk téríteni. Nem jön a meteorit, és amikor jönni fog a meteorit, szinte biztos, hogy már az ember nem lesz. Én annyit csak remélni, hogy amikor ezek a civilizációk mind jönnek és eltűnnek, mindig az új civilizáció, amikor jön, mindegyiknek lesz olyan űrkutatása, amivel meg tudja saját magát védeni. Az hogy lehet, hogy ezek szerint a jó marketing csomagolása a céges űrkutatásnak az, hogy eljutunk valahová, netán kolonizálunk, amit most mondott a Szabolcs, hogy ez talán a Musk-tól nem hangzott el. Hogy nincsen becsomagolva valami negatív termékbe? Te bemész a szupermarketbe, nem csak kenyeret kapsz, hanem hangyaírtószert is. Tehát el lehet adni dolgokat baj esetére, hogy még nincsen egy jó nagy, globális vállalkozás arra a célra, hogy mi vagyunk az aszteroida eltérítő KFT, és ki tudja, mikor lesz ránk szükség, de hát vegyen részvényt. Szerintem erről lehet, hogy volt szó, amikor ezekről tehát lehet, hogy erről van szó. A Don't Look Up-ban úgy adják elő, hogy létezik ez a bolygóbiztonsági hivatal az Egyesült Államokban. Igen. Ez az önkényes mérvadó. Kórház! Ez az önkényes mérvadó. A kórház! Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Jaj, hogy is van az a Gangsta Zoli idézet, hogy honnan jövök és meddig juttatok? Mert azt hiszem, hogy erről beszélgetünk, hogy milyen messze juthatunk el egyáltalán mi. Vagy egyébként meg tegyük már ebbe az elképzelhetetlen matematikába bele azt, hogy mennyi ideje létezik a világegyetem, és nagyjából mennyi ideje van még hátra, mert hogy ennek az időnek nagyjából az elején vagyunk. Tehát amikor arról elmélkedünk, hogy elvileg lehet, hogy egy idegen civilizációban az ottani önkényes mérvadó című rádióműsorban ezt már mind megbeszélték, az inkább lehetne igaz úgy, hogy majd megbeszélik. Tudod, arra nagyobb esély van, hogy később ugyanez véletlenül megtörténik, de valójában, mivel véges, ezért ezek a végtelen majom a végtelen írógéppel dolgok csak ilyen jópofaságok maradnak. Mi a bölcsője az emberiségnek? A naprendszer? Mert az inkább azt hiszem a járóka. A járóka. És most azzal hűít minket a szilíciumvölgy, hogy most már ideje a bölcsőt elhagyni és átlépni a járókába. Én nem állítom, hogy a naprendszer nem egy járóka. Nem állítom, hogy a Föld nem egy bölcső. De ebben a civilizációban jelen körülmények között ez nem időszerű. A Marsnak nincsen vasmagja, nincsenek pólusai, az ultraibolya sugárzás megöl minket, a gravitáció nem alkalmas arra, hogy ott éljünk, a légköre nincs gyakorlatilag, mi nem élni megyünk oda, hanem meghalni. Ugyanez vonatkozik a Vénuszra. Még ha meg is oldjuk a széndioxid problémát, meg a üvegházhatás problémáját és az ehhez tartozó hőmérsékleti szélsőségeket. Ebben az esetben is fennáll ugyanaz a probléma. Nincs vasmagja, nincsenek mágneses pólusai, nem véd az ultraibolya sugárzással szemben. Mi nem élni megyünk ezekre a helyekre, hanem meghalni. Lehetséges, hogy majd létrejön az a technológia, amivel eljutunk egy olyan helyre, ahol akár élni is tudunk. Én nem állítom, hogy nem jön létre, de egyrészt úgy gondolom, hogy ez nem a naprendszerben lesz, mert az erőforrásaink olyan mértékben korlátozottak, ezeknek a bolygóknak a terraformálása olyan elképesztő forrásokat emésztene fel, amely által nem létesülne olyan megtérülésű élet. Tér, úristen, nagyon rossz emlékű kifejezéssel élve élettér ezeken a bolygókon, hogy
valaha visszajöjjön az a pénz. Nincs az az állam, és nincs az a magáncég, amelyik ekkora pénzt fektet valamibe, ami, tudod, energiaforrásokat nem tartalmaz, mert ahhoz, hogy akár a Vénuszon, akár a Marson energiahordozók legyenek, ahhoz ott élet kellett volna, hogy legyen. Alig ha találunk ott olajat vagy gázt. Vannak elemek, de azok az elemek mind jelen vannak a Földön, és biztos, hogy azok az elemek olcsóbban kitermelhetőek a Földön, mint a Marson vagy a Vénuszon, plusz a szállítás a Földre. Tehát mi mit keresünk ott, ha nem a saját ábrándképeinket és a felhatalmazásunkat arra, hogy a Földet hazavágjuk? A felhatalmazásunkat nem hiszem, hogy keressük. Az ábrándkép pedig nem kizárt, hogy belénk van kódolva. Ha belegondolsz, hogy tehát a legtöbb élőlény teljesen kitölti ösztönösen a rendelkezésre álló teret. És hogyha a Marsnak a tere, nekünk a rendelkezésünkre áll, ki fogjuk tölteni? Ez, a terraformálás nem biztos, hogy működne egyáltalán egyébként, mert ami eddig kísérleteink voltak arra, hogy piciben, tehát egy üvegházban megcsináljunk egy saját magunk által gyártott ökoszisztémát, mindegyik bebukott. Tehát nem tudunk, ez egy olyan mérnöki teljesítmény még, ami nagyon-nagyon messze van. Ettől függetlenül, amikor nekünk ott kell lennünk, tehát nem azért megyünk oda, hogy ott legyünk, hanem amikor megvan rá az okunk, hogy ott legyünk. Mert vagy állomást kell létesíteni egy sokkal távolabbi, mondjuk az aszteroida mezőn, aszteroidáknak a kiaknázására, kell egy félúton egy megállóhely, egy üzemanyaggyár, akkor lesz ott egy gyár, és lesz ott ember, és az embernek ott élnie kell. De abban nagyon igazad van. Tankolás volt. Tessék? Tankolás volt, smart kártyát van. Igen. De abban nagyon igazad van. Nem moshatom. Hogy úgyhogy a sci-fi filmekből és a könyvekből mi megszoktuk azt, hogy ezeken a bolygókon sétálgatnak az emberek, meg nagyon szép, meg ilyen kis ablakokon nézik a tájat a kis űrállomásaikból, és a valóság ennél sokkal, sokkal rosszabb, és elég depresszív is. Ahhoz, ugyanis azt kell tudni a Hold és a Mars felületéről, hogy azon csak hogy járkálni valami vékony kis űrruhában, most nem ugyanaz az a fajta sugárzás van, de élményre hasonló, mint hogyha valahogy Csernobilban járkálnál. Mondjuk, mikor fölmentek azok a szovjet katonák, és ledobálták ugye a tetőről az odarobbant grafit darabokat. Na, az a tető hasonlít mondjuk ahhoz, ahogyan a Marson kéne neked járnod. Ebből az következik, hogy egy marsi bázis az sötét, mert ablaka nem nagyon tud lenni, teli kell rakni fagyasztott széndioxiddal a tetejét, meg rá kell hordani a köveket, és egy ilyen nagy, sötét, földalatti bunkert kell elképzelni ablakok nélkül, ahonnan egyébként kijönni sem nagyon-nagyon sokat lehet, mert egyrészt a kint, tehát az űrruha nem lehet ennyire védett. Másrészt a Holdon és a Marson is ott van a por problémája. Mind a kettő egyébként másmilyen probléma. A Holdon a por, az egy brutális cucc. Az kegyetlen. Az halálos, és figyelni is kell arra, hogy a Hold port az űrhajósok nehogy felvigyék az űrhajóra, és nehogy hazahozzák a Földre, tehát mert életveszélyes. Az életveszélyes. Ugye a hallgatóknak mondom, valaki ezt sem nem hallott volna róla, hogy amiatt, hogy nincs szél, ezek az részecskék nincsenek lekopva. Ezek éles, pici szilánkok. Nem lehet kiszedni a ruhából. Tehát az űrruhák a mai napig teli vannak vele, szürkék, nem lehet kiporolni belőle. Ha ezt te megfogod, akkor fájni fog, ha lesöpröd az asztalodról, akkor azt egy életen át emlegetni fogod, azt az élményt, ha belélegzed, akkor meg nagyon hamar fognak téged temetni. Nos, egy másik fajta por, ez ugye a Marson van, ami nem ilyen fajta, de egyrészt mérgező, másrészt pedig sokkal finomabb. Annyira finom por, amit itt a Földön alig ismerünk, ha ez bejut az űrállomásra, akkor is szilikózis kapsz, vagy hogy hívják ezt, amikor ott betüdőzöd ezt, ugyanúgy belehalsz ebbe is, és emiatt az a kibezsilipelés nem annyira egyértelmű. Most olyan terveket láttam, hogy a maga az űrruhának a háta neki csatlakozik a bázisnak, és ki kell bőle mászni. De az űrruha maga nem kerül be a bázisra soha, hanem így kint lóg belőle. És akkor a bázisból visszamászol az űrruhába, becsukod magad mögött, és akkor elindulsz vele a Marson, hogy meggyűjtsd azt az 5 percnyi örömödet, amiért oda mentél, és láss egy marsi napkeltét mondjuk, ami minden bizonnyal egy fantasztikus élmény. De ehhez képest a napok a Föld alatt a sötétben,
egy kis bunkerban, az nem biztos, hogy akkora élmény lesz majd, azt gondolom. Amikor az Oszi hozzászól ehhez, és azt fölveti, hogy smart kártyád van-e, vagy hogy az szélvédőt lemossam-e, nekem az az érzésem, hogy Douglas Adams szól hozzá ehhez az egész témakörhöz. És én azt hiszem, hogy a Douglas Adams kezelte a helyén ezt az egész ügyet. Köszönöm. Ezt az egész űr hügyítést. A Douglas Adams kezelte a helyén. Ezt ezzel az iróniával lehet és érdemes kezelni, és valahogy a Douglas Adams meg a Kurt Vonnegut féle megközelítés valahogy elveszett, valahogy az iróniával együtt, meg valahogy a helyzetünket illető humorral együtt kiveszett a kultúránkból, és a helyére megjöttek ezek a szélhámos messiások, ezek a Jeff Bezosok és Elon Muskok, és eladtak nekünk egy olyan ábrándot, amivel kapcsolatban egyszer már kialakítottuk a helyes magatartást, a Douglas Adamsnek meg a Kurt Vonnegutnak az attitűdjét, de mostanra az az irodalom valahogy elfelejtődött, annak a tanulságai meg annak az attitűdje valahogy elsüllyedt, és most jönnek ezek a szélhámosok, és eladnak nekünk valamit, amiből egyszer már kijózanodtunk, te jó Isten! Hát, én nem józanodtam ki belőle, nem tagadom. De ez egy személyes élmény, de azt gyanom, hogy az emberiség jelentős részének ez egy nagy élmény, nekünk ez, hogy ide mi eljuthatunk. És tudod, mondtad, hogy nyilvánvalóan kozmikus léptékbe számolva az esélyek az aszteroidára, meg én tudom, ezek nagyok, és nyilvánvalóan osztom azt a véleményedet, hogy nem valószínű, hogy mi most arra hivatottak vagyunk, most itt, amikor emberek halnak éhen, emberek halnak szomjan, minden percben 5 darab gyerek meghal a Földön, 5 év alatti gyerek. Addig erről beszélni, hogy valahogy egy nagyon fura konnotációja van, de hogyha az dobja, ha dob egy kockával a sors, és dob egy 2 darab 10 darab kockával egy dupla nullát, ami ugye 100-at jelent, így a szerepjátékosok körében, és megjön az aszteroida, akkor viszont sajnos kénytelenek leszünk szobrokat hálítani nekünk majd, és valódi istenekké fognak válni az Elon Musk félék, hiszen akkor megmentették a Földet. Viszont az Oszira hagyj reagáljak, kérdezte ezt a matematikailag, hogy mekkora időkről és terekről beszélünk. Ugye az univerzum így nagyságrendileg 13 és 14 milliárd év közötti korú, és minimum... De tényleg nehogy azt majd mondani, hogy fél, mert... Nem, mert ezt mindig változtatják, most 13,6, 14... Én nem vagyok kozmológus, és félek, hogy nem mondok helyeset, kevesebb, mint 14, több, mint 13, de még legalább dupla ennyi van. Tehát azt érdemes, hogy a legkorábbi elképzelés, amikor azt gondolják, hogy a hőhalál elkezdődik, az valahogy azt hiszem 22 milliárd év a és legkorábbi. Ehhez képest viszont a naprendszernek a kora az egyáltalán nem olyan csekély. Egyáltalán nem olyan csekély. Sőt, ehhez képest a naprendszernek a élettartama, a kilátása a jövőbe egyáltalán nem olyan csekély. Tehát amikor a mi napunk kihűl, Az univerzum nagyjából a korának a feléhez ér. Hát még addig sem. Na, tehát ezt mondom, hogy a naprendszer csak nem olyan öreg, mint maga az univerzum. Nyilván nem olyan öreg, de itt nincsenek nagyságrendi különbségek. Megjelentek ilyen nemzeti érzelmek ebben most, Robi. Tehát haza beszélsz. Hát, a naprendszer trikolója van meg, az ingeden. Ezek most nemzetköziek. Ezek a nemzetközi érzelmek, tudod? Igen. Hiszen globálisak. Internacionalista szélsőséges. Internacionalista sovinizmus, igen. Mivel szemben, a légkör hiányával szemben, az élhetetlen körülményekkel szemben, az ellenséges univerzummal szemben, ahonnan a legjobb esetben is csak egy alien várható. Hát, a Földön szentsen nem él ilyen. Azt kell... Köszönöm, vártam. Tudtam, hogy érkezik. Határozottan azt gondolom, hogy a naprendszer az még nekünk elérhető. Ha szeretnénk, ha akarjuk, hogyha kell, hogyha akár célnek, akár eszköznek, de ez beélhető. Ezek furcsa mód emberi nagyságrendek. Ami nem csak emberi nincs semmi benne, bocsássám, egy beélhető, csak nincs benne semmi, ami a Földön ne lenne sokkal nagyobb számban, sokkal elérhetőbben, sokkal az földi evolúció sok-sok-sok millió éves támogatásával a hátunk mögött.
Tudod? Tehát, hogy itt mi otthon vagyunk, az meg egy ellenséges világ. Azért kell, mi mit keresünk mi ott? Nem az lenne a dolgunk, hogy a Földet megtanuljuk megőrizni? Nem ez lenne a kihívás? Nem ezt kéne meghódítani? Nem lehet, a fenntarthatóság Robi. Az a perspektíva, amit el kell érnünk? Az űr helyett? A Mars helyett? A Jupiter holdjai helyett? Teljesen igazad van. Egyelőre egyértelműen, amíg a Földön a Föld megtartása mindig olcsóbb lesz, mint csinálni egy új Földet. Ez nem is kérdés. Ez nem kérdés. És a Föld beélése is még távlat. Gondolom csak a tengereknek a mélyére. Emlékeztek talán a Sequest sorozatra. Egyik kedvencem volt. Megvan? Sequest, Roy Schneiderrel, nem? Egy tengeralattjárós volt. Sci-fi volt, de tengeralattjárókkal. Na és abban, ugye már az volt neki az intrójában benne, hogy az emberiség megtalálta a végső kihívását, ez pedig a tengerek mélye. És akkor ilyen mélytengeri, sci-fi tengeralattjárók harcoltak, meg fedeztek fel mindenféle dolgokat a mélyben, meg mentettek meg mély tengeri állomásokat. Ez a sorozatban. Tehát ez is még hátra van, és ezért is dolgoznak emberek, és ezért is nagyon sok pénzt áldozunk. Úgyhogy pláne olyan lakhatatlan, és legalább de, tudod, a fizikáját igen. ismerjük, de gondolom ugyanakkor a kihívás. Hogyha jelent. Az lenne a kérdésed, hogy olcsóbb be a Mariana-árok mélyére állítani bázist, mint a Marsra, én szerintem a Marsra olcsóbb építeni bázist, mint a Mariana-árok mélyére. Igen, de ne felejtsük el, hogy a Mariana-árok az a legmélye, az a tengernek a legmélye. De hogyha az átlagos mélységét vesszük az óceánnak... Hát pár ezer. Igen. Tehát de az a Mariana por az olyan, hogyha belemegy a tüdődbe, és megtelik vízzel, akkor megfulladsz. Nem, úgyhogy olyan szafanderek vannak, hogy mekkora nyomás van. Mekkora nyomás. Hát nem tudom, tehát nagyon lapos leszel, nagyon-nagyon lapos leszel, vagy kidúransz, mit tudom én. Viszont... Nem mindegy melyik, mert ezek ilyen diétás célok is, vagy eszközök. Várjál, hogy gondolkozzak. Semmiképpen nem élet túl ez a lényeg. A perspektívákra visszatérve, ugye a jelenlegi sebességünkkel a legközelebbi csillag, ami a Proxima Centauri, ami 4 fényévre van, a jelenlegi űrhajó sebességgel az 70 ezer év. És azért ez azért elég gyorsan elindulunk, mondjuk a jövő héten. Akkor még csak. Ez bezzeg bírt kerekszám lenni, érted? Jó, igazából 70.252 gondolom, csak ugye kerekítettek. De komolyra véve, hogyha lehetséges lenne akár csak megközelíteni a fénysebességet, ami persze nem lehet. Tehát ez egy fura dolog, hogy olyan készpénznek vesszük a sci-fi-nek a megoldásait ezekre, hogy létezik valami hipertér, vagy a warp sebesség, vagy a térhajlítás, vagy a féregjuk, de ezek közül semmelyiket nem ismeri, ugye a tudomány. Matematikai fogalmak. Igen. Nem a fizika, a fizikus, igen, a fizikus, a széttárja a karját, és azt mondja, hogy nem velem kell ezt megbeszélni. Ilyen állatot én még nem láttam, igen. Ja. És az a helyzet, hogy ha a fénysebességgel mennénk, akkor csak 4 évre lenne, ami azért már addigra nem lesz kihívás. Tekintve, hogy már jutottunk mondjuk a külső program, ami abban is 10 éves út. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Waldman Szabolcssal. Jó, hát megtanultuk, hogy 13, úszkve 14 milliárd éves a világmindenség, a Föld nagyjából szinte ennek teljessége alatt, vagy hát a naprendszer már létezett, úgyhogy Robert az rögtön büszke internacionalista és naprendszerista lett. Azt gondolom, hogy a történész szakosok amúgy is fogékonyak erre. Meg az lenne a jó, hogyha össze lehetne csapni más naprendszereknek, vagy más, akár más galaxisoknak a válogatottjaival, és lehetne egy ilyen földválogatott. De nincs értelme földválogatottat semmilyen sportágban felállítani, mert nincs kivel összecsapni, szeretném jegyezni. Ha csak nem abban a seprűs őrültségben, amit most már nem nevezhetnek el J.K. Rowling saját elnevezésén, mert a seprükkel talán egyrészt ugye eljuthatunk a másik civilizációig, hiszen repülőseprű, plusz, ha rámegy a holdpor a ruhádra, akkor azt is le tudod szedni a holdpor szívódnak, ami persze tönkre megy. A tervezett avulása a holdpor szívó esetében 1 szekundum. Az, ahogy bekapcsolod, tönkre megy. Ez egyébként rettenetesen ijesztő, tehát te tudod, hogy egyszer belélegzett, és gondolom, ilyen tüdőembólia. Hát most egyszer, tehát kevéstől nagy, mert ugye, amikor
leszálltak a Holdra, ott nem voltak zsilipek, ott ők kilevegőztették az egész űrhajót, aztán visszamásztak, aztán becsukták, aztán oxigénizálták. Tehát, hogy ezt nem is, hogy így mondják, hogy oxigénizálták, de biztosan sok oxigént tettek bele, és hát kétenek voltak belélegezni, de azért meséltek róla. Tehát, ha erről megnézel egy dokumentumfilmet, akkor erről van benne szó. Amikor arról beszélgettünk, hogy a Sagrada Familia az egyik ilyen kiváló példa arra, hogy évtizedeken keresztül tartó célokért is évszázadokon keresztül tartó célokért is fogtak már össze és tudtak döntést hozni, akkor annak a lehetőségét kell keresni, hogy ugyan miért tennék ezt legközelebb. És azt gondolom, hogy tudod, van olyan ember, aki ültet egy fát, hogy majd az unokái annak a gyümölcsét élvezhessék. Az olyan növények, amik rettenetesen sok idő alatt érik el a termőképességüket. De az a halhatatlan entitás, ami megőrzi azt az értéket, amit beletettél, és ennek a pátoszában egy ember érzelmei képesek elmerülni, az általában a nemzet szokott lenni. Ugye a cég is ilyen, a cég is sokáig él. Tudunk 150 évet meghaladó vállalkozásokat, amelyekbe ezek szerint érdemes volt 1870-ben belefetszölni azt a plusz erőforrást, ami mostanra meghozta a gyümölcsét persze a cég, vagy az ott dolgozóknak, de ez ilyen fanatizáció. A nemzet ehhez képest valójában az is egy vállalkozás, és a többi nemzet a többi vállalkozás, és a piac az a föld, az embereknek a munkaképessége, meg a rendelkezésre álló erőforrások azon a területen, vagy meg mondjuk a GMP, tehát hogy az, hogy így kb. Hogy tudod gazdaságilag gyarmatosítani a világ többi részét, és beszipkázni az ő lóvéjukat. Csak az államoknak, meg úgymond a nemzeteknek, de még az államoknak is van valamennyi étoszuk. Van valamennyi étoszuk, mert nem a nyers kapzsiság van a mélyén. Minden cégnek ez a fenntarthatatlan növekedés, ez a bélpoklosság, ez a bármi áron való növekedés, amit aztán a greenwashingnak, a marketingnek a millió technikájával fednek el, mint a szégyenüket. Kvázi ahogyan a paradicsomból kiűzött Ádám és Éva az ágyéka elé kapott egy levelet, hogy a szégyenét elrejtse. Ezek a cégek a marketing agymosással valójában miről? A természetük legmélyén húzódó kapzsiságról és mohóságról akarják elterelni a figyelmet, és tudod, azt hazudják, hogy hát mi azért vagyunk, hogy az embereknek legyen minél jobb minőségű autójuk, hogy utazni tudjanak, hogy élményt szerezzünk, építeni szeretünk, állítja a market építési vállalkozás. Nem építeni szerettek. Ti gazdagodni szerettek, és ennek érdekében hajlandóak vagytok építeni. Csak ezt nem olyan embereket, igen, akik építeni szerettek. Igen, csak nem, tudod, nem építeni szerettek. Nem igaz, ez nem a hobbitok. Ti nektek ez a kapzsiságotok, és ti nektek ez a profilotok. Ingyen be tudnál fejezni ezt a beruházást? Persze, hagyjad csak. Tudod, hogy építeni szeretünk. Ahogy a rendőr lehozza a kis cicát a fáról, de ő is kap fizetést, de tudod, hogy ugyan nem érdekes. Na igen, és azt gondolom, hogy aminek van étosza, annak van perspektívája a jövőre vonatkozóan, mert a szellemi síkon létezik. Ami nem, az csak egy funkció, termelési és fogyasztási funkció. És én nagyjából ezt gondolom a cégekről. De Robi, arról mit gondolsz arról a gondolatról, hogy azért a cégek azok már szinte ilyen pseudo identitások, és nem tudnak, tehát hogy ott már nem emberek irányítanak. Én attól félek, a legnagyobb félelmem nem az, hogy az emberiségnek bizonyos részeit diktátorok irányítják. Én attól sokkal jobban félek, hogy az emberiséget valójában senki nem irányítja. Mert a döntéseik azokat a lájkoknak, a tetszési indexeknek megfelelően kell, hogy meghozzák. A cégek azok, ha úgy dönt a cég, hogy valamiért zöldebb lenne a többinél, hát akkor veszt profitot. Hát ha nem rúgják ki a shareholderek, vagy ha ők is úgy gondolják, hát jobb esetben is fővásárolják őket két héttel később. Erről mit gondolsz? Ez egy iszonyatos gondolat, de alig ha nem így van, csak tudod, akkor viszont le is vonhatjuk akár a következtetést, hogy Sztálinnal és Hitlerrel is beljebb voltunk. Mert rettenetes erők,
vezették a világot, de vezették. Amelyek ellen föl, tudod, és amelyek ellen föl lehetett, bocsáss meg, amelyek ellen föl lehetett lázadni. Amelyekre azt lehetett mondani, hogy na ezt nem, és ezeket az erőket legyűrjük. Az emberiség lesöpörte magáról ezeket az erőket, előbb a Hitlert, később a sztálinizmust, ma már ezek az erők nincsenek a világban, vagy talán csak Dél-Koreában, Észak-Koreában vannak, de hogy nincsenek már jelen a világban, de ezt a definiálatlan személytelent, amelyik a cégeket és a cégek által a világot vezeti, ezeket, ezt nem lehet legyőzni, ezt nem lehet kihívni, ez ellen nem lehet fellázadni, ez ellen nem lehet megvívni a sztálingrádi csatát. Ilyetén módon ez inkább tűnik az emberiség végzetének, mint akár egy Hitler, vagy akár egy Sztálin, vagy bármilyen emberellenes, tömegpusztító ideológia. De erről beszéltünk a múltkor, hogy ezek betegségek, tehát hogyha ezek az ideológiák, ezek vírusok, akkor oltással, gyógyszerrel, tudod, nanorobotokkal, biorobotokkal tudsz ellene küzdeni. Hogyha van egy bűnös gondolat, annak az ellenkezőjére ható viselkedést, példát, történetet tudod az emberek elé tenni, és az megváltoztatja az ő gondolkodásukat, mint ahogy azt látjuk, hogy azért ilyen 15 évente előkerül egy-egy új generáció, a miénk is egyszer előkerült, amely másképp gondolkodik, mint az előző 10. Folyamatosan igen. Változásban van, és azért van változásban, mert hatnak rájuk olyan történetek, amelyeket vagy megírt valaki, vagy megtörténtek. Van nekem egy másik félelmem, ugye ennek az analógiájára, vagy gondolatom. Mégpedig az, hogy van még egy pseudoidentitás, egy legfelsőbb pseudoidentitás, ez pedig a nagybetűs élet. És ugye az életet azt mindig szépnek szokták mondani, meg csodálatos és gyönyörű, hát élni. Én is szeretem látni. De az igazság az, hogy az élet az egy nagyon kegyetlen, és kegyetlennek megteremtett, vagy kialakult identitás, amely mérhetetlen mennyiségű szenvedést okoz saját hát magának. Ezért van az igen, Isten, de várjál, meg várjál, egy kegyes. De viszont van nekik iránya, és az iránya az valahogyan ez a terjeszkedés, a kiterjedés, amivel nem biztos, hogy lehet, vagy tudunk tenni. És akkor, következő gondolat. A földi életre most jelen pillanatban az emberiség az egyik legnagyobb veszély. Ez igaz. Viszont amennyiben az emberiség képes exportálni, akár csak saját magát, de sokkal inkább a földi ökoszisztémát, tehát eurókról beszélek, ha ki tudjuk exportálni más bolygókra a föld ökoszisztémáját, akkor a földnek az emberiség a legjobb befektetése volt. Hát, hogy az élet kirajzol. Igen, igen, igen. Hát te leszel az örökítő anyaga innentől kezdve. Én meg azt gondolom, hogy nem életszerű az a gondolat, hogy az emberiség veszélyezteti a földi életet. Ezt nem gondolom. Jó, az egészet nem. Erről szó nincs, az emberiség legfeljebb. Rengeteg fajt, megszámlálhatatlan mennyiségű fajt, azért is megszámlálhatatlan, mert magukat, azokat a fajokat, amelyeket veszélyeztetünk, sem számoltuk még meg. Illetve, és elsősorban önmagát tudja veszélyeztetni. Tudod, a helyzet az, hogy a szút nem tudjuk kiirtani a fából. A helyzet az, hogy a szúnyogokat nem tudjuk kiirtani. Ez a földi élet, van a gond, tudod, ez a földi élet kiirtása, ez nagyon nagy falat az emberiségnek. Igazad, hogy önmagát el tudja intézni. Azért is, ugye volt a triászkori nagy kihalás, olyan legnagyobb kihalás volt mind közül. Mindennek, ami élt, elment 90%-a, és azt is túlélte az élet. Csak persze nagyon máshogy nézett ki utána, mint előtte. Az emberiség után is máshogy fog kinézni az élet, mint előtte nézett ki, ez biztos. De akkor ebben egyetértünk, hogy a földnek el fog jönni az a szakasza, amikor az ember már a múlthoz tartozik, ahogy ma a dinoszauruszok, és nincs kizárva, hogy majd eljön az a szakasza, hogy újra egy értelmes élet alakuljon ki, amelyik majd úgy gondol vissza az emberre a leletek alapján, ahogy mi a dinoszauruszokra. Ez egy érdekes kérdés, ehhez van egy gondolatom, méghozzá az, hogy nem biztos, hogy az emberről nagyon sokat fog tudni a következő civilizáció. Ugyanis a következő gondolatjátékot, hogy nézzük végig. De most nem a következő civilizáció, a következő faj. Faj, igen, is elmondtam. A dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtt éltek, és 160-180 millió évig uralták a Földet. Így is nagyon kevés maradványuk van. Bocsánat, ugye, most már 65 millió
23, mert a Jurassic Park reklámplakátjának idején volt 65. Igen, láttam. Én meg 3 éve dolgozom a múzeumban. Úgyhogy. Na, igen. De komolyan fordítva, így is kevés a lelet. És egyébként csoda, hogy van. Azokon a helyeken van, amelyek ilyen lágerstetten elnevezésű helyek, ahol nagyon gyorsan tud eltemetődni egy élőlény, és gyorsan tud ugye megkövesedni az ő maradványa. És érdemes tudni, hogy csak az élők kövesednek meg, a kő már nem kövesedik tovább meg. Ez alatt azt értem, hogy amit mi most építettünk, beleértve a felhőkarcolóinkat, a vadászgépeinket, a vadászgéphordozó anyahajóinkat, ezek 65 millió év múlva, hogyha most elpusztulna az emberiség, egy fél centi vastag csíkba tömörülnének bele a kőzetlemezek között. Tehát az emberiségnek a nyomait nem lenne olyan egyszerű megtalálni 65 millió év múlva, mint azt gondoljuk. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen pálmafákkal benőtt ilyen felhőkarcolók fognak majd állni, de nem fognak állni, csak mit tudom én, hány ezer évig, de nem fognak 60 millió évig állni, és akkor ezek lebomlanak, a vas pillanatok alatt lebomlik ilyen időszakaszokban nézve, a mobiltelefonok lebomlanak, minden el fog tűnni, annyit fognak észrevenni, hogy lesz ez az egy csík, ahol egy csomó olyan nyomelem van, ami egyébként előtte nem volt, utána nem volt, és fogják látni az iszonyú nagy különbséget a faunában. Amikor az előttünk lévő élőlényeknek a nyomait látják, az utánunk lévőjét látják, hogy egy iszonyú nagy határ lesz, kihalási eseménynek fogják hívni. Ez a nagy kihalási esemény, aminek adnak egy nevet, egy centi vastag réteg, és csak remélni tudjuk, hogy egyáltalán arra rájönnek, hogy ez egy civilizáció volt. Hát ebben segítenek a vulkánkitörések nagyjából, nem? Hogy megőriznek ilyen komplett civilizációs nyomokat. De az is az egy centis. Addigra az is, igen. Igen. Tehát persze van, tehát igen, de ugye az van, hogy amik leletek kijönnek egyébként a földből és a szabad levegőre kerülnek, azok nagyon hamar erodálódnak. Amik még lemennek a lemezekkel a föld mélyére, ezt meg sose fogjuk megtalálni. Egy nagyon pici kis időszakunk van, amikor még éppen elérhető az a lelet, de még nem erodálódott, akkor tudjuk megtalálni általában, és nagyon nagy szerencsével. De viszont, visszatérve a legközelebbi csillag, 4 fényév. És ugye az is egy ijesztő gondolat, mert akkor nagyon be vagyunk idám zárva, hogyha ez a sok sci-fi és fantasy, amit mi összehoztunk arról, hogy már pedig lehessen gyorsabban utazni a fénynél, hogy ezek nem lesznek lehetségesek, és akkor nem fogjuk, akkor soha nem fogunk menni sehova, és soha nem fog jönni ide se senki, és soha nem fogunk találkozni senkivel. Nem tudom, melyik ijesztőbb. Az, hogy hónap után beköszönt egy intelligens faj, megjelenik itt egy flottával, és jön, hogy hát ő gondolta, ide beköltözne, vagy valami, vagy az az ijesztőbb, hogy tényleg soha senkit nem fogunk találni, soha senkivel nem fogunk találkozni. De ha ő talált ide előbb, mint mi oda, akkor miért akarna erre a szar helyre beköltözni? Ez egy nagyon klassz hely. Ami ezt nem csodálatos hely, nagy, csak kiindulva klassz hely, nekünk klassz hely, a földi evolúcióban létrejött életformáknak klassz hely, hiszen azok itt jöttek létre. De aki ahonnan idejön, fogalmunk nincsen, el sem tudjuk képzelni, hogy mi az klassz hely az ő számára, hogy ő kialakulásához milyen feltételek tartoznak. Nyilván rendkívül intelligensek, mondjuk idejönnek az alienek, leszállnak egy ilyen egy darab ilyen földjáróval, amit tervezett nekik egy ottani magyar tudós. Szigorúan atommeghajtásúval. Természetesen, és akkor így körülnéznek, látják egyébként a felhőkarcolókat, az anyahajókat, meg mindent, hazamennek, és azt mondják, hogy hát igazából nincsen értelmes élet, és semmi jel nem mutat arra, hogy valaha lett volna bármilyen élet, mert ők, nekik az életre a definíciójuk az nem ez, hanem ilyen furcsa port fúj az a napszél. Csak az az élet. Tudom. Amik a melegtől megmozdulnak, de nagyon rövid ideig tart ez is. Ha ők ide, 60-70 ha ők ide találnak, olyan fejlettek, hogy esélyünk nincs, nemhogy kommunikálni velük, vagy fölvenni a kapcsolatot velük. Mi úgy gondolunk rá, hogy hát mi üzenetet küldünk Carl Sagan tolmácsolásában, mi kommunikálni akarunk az egyéb intergalaktikus civilizációkkal, ahogyan mi azt elképzeljük, de tudjuk jól, hogyha ők ide jutnak hozzánk, tehát meg tudták tenni azt a távolságot, el tudtak jutni, egyáltalán
informálódni tudtak a létezésünkről, és annak nyomán el tudtak jutni ide, akkor a mi viszonyunk ő hozzájuk olyan, mint egy hangyaboly viszonya a mi hozzánk, és egy ugye megmosolyogtató, hogy egy hangyaboly kommunikálni akar velünk, és integet nekünk, hogy sziasztok, mi vagyunk a hangyák, mi ahhoz a hangyabolyhoz úgy állunk hozzá, hogyha hasznos nekünk, akkor kiaknázzuk, használjuk valamire, ha nem hasznos, akkor meg kiírtjuk, hiszen hát mi szükségünk a hangyabolyra. Számomra az esetleg ijesztő, hogy ugye, ha van valahol egy értelmes élet, vagy volt, vagy lesz. Olyan messze van a Szabolcs által említett filterekben, akár időben, akár térben, akár egyszerűen lehetetlen az elektromágneses hullámokat pont oda eljutatnunk nekünk, vagy az övé nem jut el ide. Minden esetre ő, ha valamennyivel értelmesebb, akkor nagyobb esélye van, hogy eljut ide. De ha sokkal értelmesebb, akkor nem is akar eljutni, és nem került olyan helyzetbe, hogy el akarja hagyni egyáltalán a saját és ha még sokkal értelmesebb, akkor már réges-régen eljutott ide, már réges-régen itt van, és folyamatosan figyel minket, és folyamatosan tanulmányoz minket, és vastag könyveket írt tele a mi tulajdonságainkkal, anélkül, hogy mi ezt az egészet észrevennénk. Miért kéne, hogy észrevegyük? Egyébként Soros György tényleg gyanús. Az a helyzet, hogy a mi képességünk arra, hogy küldjünk üzenetet és fogjunk üzenetet, azaz univerzum eddig eltelt idejéhez képest olyan kicsi, hogy meg se próbálom meg kimondani azt az arányt, hogy mennyire kicsi, és hogyha egy intergalaktikus civilizáció nem 25 évvel ezelőtt halt ki, hanem 25 millió évvel ezelőtt halt ki, akkor nem fognak idejönni, és az, hogy lehet, hogy voltak már itt, vagy lesznek itt, és pont nem most jönnek, amikor mi ezt várjuk. Előbb mondhatok valamit, hogy milyen lesz az idegen élet, erről egy kicsikét egy pár szót hagy vesztegesek. Először is, azaz, a szénről azt kell tudni, hogy mint anyag, mint elem, annyi fajta képpen és annyi fajta anyaggal tud molekulát alkotni, az összes többi anyag együttvéve. Tehát nem hiába gondoljuk azt, hogy szén alapú lesz az az anyag, mert az az élet, mert a szén alkalmas arra, hogy nagyon sok fajta, nagyon nagy molekulákat csináljon. A szén alapú életet nem véletlenül várunk. És a földi evolúcióban egy érdekes dolgot megfigyeltünk, ugyanaz az evolúciós képesség teljesen más fajoknál újra és újra előjön. Például egymástól független három faj van, amelyik echolokációval tud kommunikálni. Egymástól függetlenül kialakult szemeket látunk. Egymástól függetlenül kialakult négy darab végtagot látsz, mit tudom én, hat végtagú lovat. Mindig négy a végtagja ezeknek a méretű állatoknak. Tehát, hogy a bizonyos méret felett adott elég jól az, hogy kell kinézni egy élőlénynek. De nem lehet, hogy egyszerűen közös a ősük. Az is igaz. Azért. Ez is mindig az. De emellett van benne egy olyan logika, amit remélhetünk, ez a legjobb szó, remélhetjük, hogy az idegenek hasonló evolúció mennek keresztül. A két lábban nem vagyok biztos, de abban, hogy nem három és nem hét. De hogy láb lesz? Én a lábot sejtem, igen. Ez most elég fontos volna, mert most kezdtem bele egy cipőbolt vállalkozásba. És ha nem, akkor két cipőt, hanem akkor három vagy hét párt is kell tudnod árulni. Pont ugye hét végtagja van az Érkezés című filmben ezeknek az alieneknek, de ugye ez is teljesen mindegy. De most az a Földön is el lehet ezt kezdeni, hogy van egy végtagú, a kígyó. A kígyónak visszafejlődtek a végtagjai. Neki voltak, és amikor volt neki, akkor négy volt neki. Aha. Jó. De tudod, az a tény, hogy mi úgy képzeljük el ezt, hogy ez egy anyagból felépülő, az elemekből felépülő. Igen. Tudod, nyilván szén alapú lesz, hiszen a szén képes a legtöbb molekulát alkotni, igen, tehát ez alapján. De miért gondoljuk, hogy anyagi abban az értelemben, hogy azokból a Mendelejev periódusos rendszerének az elemeiből épül majd föl? Miért? Mert itt a Földön így történt, mert ehhez van fantáziánk. Megint csak ugyanitt tartunk. Van máshol is fantáziánk, például a test nélküli egyéb fajta módon, tehát nem szellemként a tér, hanem nem testekben, hanem virtuális térben élő szupercivilizációkról vannak elméletek. Na jó, de az a hardware, tudod, a tárolóegység, ami
ami a virtualitásnak az anyagi fedezete, az azért fel kell, hogy épüljön valamiből, és azt mégiscsak anyagi alapon, szén alapon, a Mendelejev periódusos táblázatából kiindulva képzeljük el. Tehát már önmagában a virtualitásról alkotott fogalmaink is úgy épülnek, hogy a virtualitáshoz kell, hogy tartozzon egy realitás. A realitás a virtualitás fedezete. Kvázi mint egy szerver, amin van az a tartalom, ami amúgy ugye virtuális. Lehet, hogy ezek ragadt gondolatok, Robi. Ugyanakkor azt hozzá kell tennem, itt kell elmondanom, hogy a test nélküli tudat létét nem tudtuk még igazolni. Az már az jelen pillanatban a hit világába tartozik. Emlékszel erre a Boltzmann agy nevű agymenésre szó szerint, hogy így spontán létrejön a tudat, és nem szén alapon, hanem tudod, kb. Ilyen kozmikus alapon. Ez egy elmélet, én se tudom ezt... És nem előzi meg az élet, mint feltétel. Aha. Hát például a Stanislav Lem egyik kedvenc íróm, egyik legjobb könyvében, a Kiberiádában, kérlek szépen, abban ír egy pocsolyáról, amit addig fúj a szél, amíg össze nem áll benne egy élet. A szél összefújja. De ez meséket tartalmaz. Ez régen időről időre a mosogató tálcámban kialakult. Igen, de ez olyan, mint a majom, amelyik vakon gépeli a Shakespeare összest, és végül összeáll, csak felmérhetetlen mennyiségű alkalommal kell a majmot leültetni, hogy nyomkodja. Nagyon türelmes majom kell hozzá. Hát jó, mondjuk az evolúciónak van egy nagy előnye, hogy ami már jó és egybe van, az egybe is marad. Tehát ha majomnak lenne egy olyan képessége, hogy fölismeri, hogy már egy szót legépel, és ne gépelje le újra, akkor egy kicsit elkezdene hasonlítani az evolúcióhoz, és akkor nem kéne neki annyi idő, hanem a töredéke elég lenne, mert akkor már egyben maradna a szó, egyben maradna a mondat, egyben maradna a bekezdés, mert az már működik, és az evolúció az inkább egy kicsikét ehhez hasonlít, és ezért nem jók az ilyen hasonlatok, hogyha a szél össze tud-e fújni egy Boeinget, ez egy tipikus ilyen apologetista magyarázat, tehát a szél sem tud összefújni a szemétből egy Boeinget, tehát az élet sem jöhetett létre evolúcióval, ez egy nagyon hibás gondolat, a Boeingnek nincs arra képessége, hogy fölismerje, hogy ez a szány, ha már egyszer összefújta a szél, akkor maradjon is egybe, mert hasznos. De mi a helyzet az egyszerűsíthetetlen összetettséggel? Nem bizonyítható, hogy létezik. Erről voltak perek, tudod, Amerikában elvesztették. Nem találtak olyan leegyszerűsíthetetlen részt, amit ne tudtak volna megmagyarázni. Ebben volt egy per. Az az érvelés, hogy ennek már bármelyik elemét kiveszed, tovább egyszerűsíted, elveszíti a funkcióját, tehát már megszűnik. Igen, annak lenni, ami... ez egy 50 éves érv, ez megdőlt, ilyen nincs. Nem tudunk ilyenről, ami ilyen lenne. Önmagában te is ilyen kiveszed. Az egérfogóval szoktak érvelni. Igen. Az egérfogó az egy 5 alkatrészből álló gép, amelynek bármelyik elemét kiveszed, megszűnik egérfogónak lenni, tehát nehéz elképzelni, hogy egy egérfogó egy egyszerűbb struktúrából ki tudott alakulni, hiszen bármelyik elemét kiveszed, már nem egérfogó, kvázi nem evolválódhat az azzá. Érted? Hiszen bármilyen életformának a korábbi állapota is életképes kellett, hogy legyen, hogy abból ez kialakuljon. Ilyetén módon az egérfogó bármelyik alkatrésze nélkül nem funkcionál semmiként, nem hogy egérfogóként, semmiként, hanem egymásra hányt elemeknek a halma, abból pedig nem tud, mivel nem funkcionál, nem tud evolválódni maga az egérfogó. Azért az egerek belehalnak egy csomó egyéb dologba, tehát azok a dolgok egérfogók, amiket összefújt a szél. Hát jó, az igazság, hogy az evolúciót megelőzi egy ilyen abiogenezis nevezetű valami, aminek nagyon érdekes például az, hogy a sejtfalnak a membránja, ami nem egy élő dolog, hogy az miből van, és az léte tud jönni a fizikának a törvényei alapján a molekula. Ahogy a molekulák, a nagy molekulák, a szerves molekulák elkezdenek össze-vissza csavarodni, megvan az a struktúra, amiből gömb lesz. Úgyhogy az még nem sejt, nem él, de van neki egy fala, ami az abszolút feltétele annak, hogy sejt alakulhasson ki. Ezt a folyamatot én nem tudom nektek se elmondani, sem megvédeni, nem vagyok biológus, sem mikrobiológus, és még vannak hiányzó lépések ehhez, és reprodukálni persze nem tudjuk, hiszen nincs rá 100 millió évünk, hogy reprodukáljunk egy életet mi magunk, mert ott ugye az megvolt az a 100 millió év, de a lényeg az, hogy az abiogenezis az kémia. És a kémiának a törvényei nagyon sok mindent létrehoznak maguktól, ami a sejt felé vezet. És a sejtből már a több, tehát az egyszem sejtből a mi bioszféránkat már le tudjuk vezetni.
Köszönjük szépen a figyelmeteket. Ha szeretnétek tartós életet, akkor a gépjárművekkel közelítsétek meg a Marsot, és akkor az űrben szennyeztek. Ha pedig azt szeretnénk, hogy egy évszázados projekt benépesítse nekünk a naprendszert, akkor arra van szükség, hogy a technológia vallás egyházá alakuljon, a szavazatokat hajtson fel, és technológia nemzet is létrejöhessen. Sok sikert a megvalósításához! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.